Jó reggelt kívánok, kedves barátaim! Erőt, egészséget mindenkinek! A Nedarim traktátus 31-es lapján tartunk, és tegnap a talmudi halmazelméletről tanultunk. Pontosan arról, hogy ha valaki fogadalmat tesz, és egy bizonyos halmazát letiltja magáról, akkor abban a halmazban mi tartozik bele, mi nem. Jó reggelt, Salemke! Boker tov! Maradj velünk, izgalmas témák lesznek ma reggel. Szóval, ha valaki valamit letilt magáról, akkor abban mi tartozik bele, mi nem tartozik bele, különböző kifejezések, kikre vonatkoznak, kikre nem. És ezzel kapcsolatosan folytatjuk ma reggel. Izgalmasabbnál izgalmasabb dolgokról lesz szó. Kezdjük a 31-es lap tetején a misnával. Ha noider misoivsész sábesz asszurbe iszral, asszurbe kutin. Ha valaki azt mondja, megtiltom magamra a szombattartók haszonélvezetét. Kik azok a szombattartók? A zsidók és a somroniták. Emlékeztek, kik a somroniták? A somronitákat Sanherif király telepítette be a Somrom területére. Somként megkérjük, hogy írja ide, hogy hol van a Somrom. De valahol északon a Jordán folyó völgyében, ha jól tudom. És ugye akkor telepítette be őket, amikor a 10 törzset elvitte, száműzte. És ezek félig meddig betértek zsidónak, de visszatérő téma a Talmudban, hogy ez most mennyire zsidók, mennyire nem zsidók. Mindenesetre a misnait úgy beszél róluk, mint akik tartják a szombatot. És érdekes, Gábor, figyelj! Me oichne shum! Asszurbe iszralbe, asszurbe kutim! A fokhagyma evők! Ebbe beletartoznak a zsidók, és beletartoznak a somraiták. Gábor, hallod? Miért? Miért fokhagyma evők? Mert Ezra elrendelte, hogy péntek esténként a zsidók egyenek fokhagymát. Miért, Kálmán? Nem. Így van, hogy a sokasodjatok és szaporodjatok parancsolatát nagyobb motivációval és erővel tudják megtenni. Tekintett arra, hogy tanultunk róla korábban, hogy a Talmidei Hachamim, a Tóra tudósoknak a kötelességük, házastársi kötelességük végrehajtására a legmegfelelőbb időpont az a péntek éjjel, de hát kell, hogy legyen erő. Mi adja az erőt ehhez? A fokhagyma. És érdekes módon ezt sok minden közül a somroniták megfogadták. És ezért a fokhagyma evők az vonatkozik a zsidókra és a somronitákra. Ez egy nagyon érdekes kérdés. De én szerintem nem feltétlenül. Szerintem igen. Na jó. Szóval, Maile Jerusalem asszurbe iszral, umutorbe kutim. Ha viszont azt mondja, a Jeruzsálembe zarándoklók, az csak a zsidókra vonatkozik, de nem a somronitákra. Miért? Mert a somroniták a Grizim hegyet választották zarándok helynek. Okay. Mindenki tartott a misna, nézzük, mit mond erre a Talmud. Májsa is és sábesz. Mit jelent az, hogy szombattartók, amiben beletartoznak a zsidók meg a somroniták? Illém a mekáim és sábesz, máj, rebe kutim, a filöndik a haminnámi. Ha ez azt jelenti, hogy azok, akik szombatot tartanak, akkor miért épp a somroniták? A pogányok is, ha van egy pogány, aki megtartja a szombatot, a szombattartó. Azt mondtam, hogy nem, ellami, mert szubimán sábesz. Azt mondtam, hogy nem. Azokra értjük, akikre kötelező a szombattartás. Ihachém, a széfa, mert illusa lájma, a szubiszalma, többi kutim, a májbe, mert szubim ninu. Akkor viszont, hogyha ezt így kell érteni, akkor a misna vége, amik arról beszél, hogy a Jeruzsálembe zarándoklók, abban miért esnek ki a somroniták? Rájuk is kötelező a Jeruzsálembe zarándoklás, csak ők nem tartják meg.
Nyere a válasz, amara báj, mert szúveve összek tani, de tárté bavike májsza, és szalve kutim, mert szúvim, mert mindig akarom húdő. De avdi össze, mert innen, mert szúvim. Azt mondja, a báj, megmondom, mi a válasz, miről van szó. Arról, aki köteles, és meg is tartja. Az első részében a misnának, ahol a szombattartásról, meg a fokhagymáról van szó, ott kötelesek, és meg is tartják. A zsidók is, és a somraniták is. Kik azok, akik nem kötelesek, hiába megtartják? A pogányok. Vajnus a lájmi cunim, iszralmi cunimve a iszink, kutimve cunimve a innama iszink, és amikor a misna arról beszél, hogy a Jeruzsálembe zarándoklók, azt ugyan köteles, vagy kötelező mind a somranitákra, mind a zsidókra, de csak a zsidók tartják meg, a somraniták nem, és ezért ők nem számítanak Jeruzsálem zarándoklóknak. Oké, megyünk tovább ugyanezen a vonalon. A misna azt mondja, kainom se ennyi ennelebné nojach. Megfogadom, hogy nem lesz haszonélvezetem a Noé fiaiból. Kik azok a Noé fiai? Mindenki más a zsidókon kívül. Muter be Israel, akkor az izraelitáktól szabad haszonélvezete legyen, de a pogányoktól nem. Israel, azt mondja a Talmud, Israel, mint napik, mi klávdai nőek, mert a zsidók azok nem Noé fiai? Minden ember Noé fia. Kivem de ikdis Avram, iszkrivásmé. Azt mondtam, hogy igen. De tekintettel arra, hogy Ábrahám, hoztál valami finomat, Balázs? Igen. De a fiúk biztos örülnének neki. Csak... Ja, van benne fokhagyma? Köszönjük. Szóval, azt mondja a Talmud, kivem de ikdis Avram, mivel Ábrahám meg lett szentelve, ezzel ki lett választva a többiek közül, és innentől fogva, hogy leszármazottai nem Bné Noach, nem Noé fiai, hanem Ábrahám fiai. Következő misna. Se én innen ennel zer Ábraham, azt mondja, hogy szóval mutatva, hogy ha azt mondja, misna, ha valaki azt mondja, többet semmilyen haszna ne legyen belőlem Ábrahám leszármazottainak, akkor a zsidók le vannak tiltva, de a pogányok nem. Azt mondja, hogy ha Ika Ismael, itt vannak az izmaeliták, azok is Ábrahám leszármazottai, hiszen Ismael fiai. Ők akkor miért nem tartoznak bele? Kibe Yitzchak, ki karelech az zarakszív. Azt mondta, hogy miért? Mert azt mondja, ugye 2-3 hete volt a Tórában, hogy azt mondta Isten Ábrahámnak, Izsákban lesz a te nemzetséged. Hiába volt neki még egy fia Ismael, az nem igazi nemzetsége, az nem az ő nemzetsége. Azt mondja, oké, de ott van Ézsau, vagy Ika Ézsav. Az is Izsáktól származott, az ő leszármazottaival mi van. De Yitzchak ve lo kol Yitzchak. Mit mond a szöveg? Izsákban. Nem az egész Izsák. Izsáknak csak egy része. Melyik része? Jákob, de nem Ézsau. Megyünk tovább. Se én innen hennem Iszrael. Nagyon izgalmas kérdés következik. Valaki azt mondja, én innen hennem Iszrael. Én többet, semmilyen hasznot nem akarok magamnak egy zsidótól. Letiltom az izraelitákból vett hasznomat. Lőj keák be jajszer, mojjhebe pachasz. Akkor ilyen esetben, ha én veszek valamit egy zsidótól, akkor mindenképpen áron felül kell vennem, és áron alul kell eladnom neki. Miért? Hogyha áron alul veszem, akkor is hasznom van, és hogyha áron felül adom el, akkor is hasznom van. Ezért áron felül kell vennem, és áron alul kell eladnom. Mi van, ha fordítva mondom, se Israel ne hennen li? Ha nem azt tiltom meg, hogy nekem ne legyen hasznom belőlük a zsidókból, hanem azt mondom, hogy a zsidóknak ne legyen haszna belőlem, akkor mi van? Akkor pont fordítva, hogy kárbe pachesz. Akkor venni csak olcsóban áron alatt szabad vennem, eladni meg csak áron fölött. Mert különben ő neki haszna van belőlem. Hogy? Honnan tudtad? Ezt mondja a misna? Azt mondja, tudom, azt mondja, Misna. Vény saj, millaj! Azt mondja, Misna, ilyen nem, ez nem fog menni. Azt mondja, ez nem fog menni. Zsidókkal ez nem fog menni, hogy áron alul, áron fölött adjad el, és áron alul vegyed. Ez nem fog menni. Azt mondja, Talmud, se én ne henni la hen, ve hén li? Mi van akkor, ha nagyon mérges lesz a zsidókra, és azt mondja, zsidóknak ne legyen belőlem haszna, nekem ne legyen hasznom a zsidókból. Egy igazi öngyűlölő zsidó. Akkor ilyenkor mi van? Ja, hendele érdekel, ha akkor maradnak a pogányok, velük kell üzletelni. Nem lehet mit csinálni. Nagyon érdekes, hogy azt kérdezi, itt van egy rán,
aki megkérdezi, hogy korábban tanultunk, ha valaki olyan fogadalmat tesz, amit biztos nem fog tudni megtartani. Mondjuk azt mondja, hogy megfogadom, hogy 10 napig nem alszom. Akkor nem kell megvárni, hogy megszegje a fogadalmát. Rögtön úgy tekintjük, hogy megszegte a fogadalmát, botütést kap, és utána már csináltam, amit akar. Azt mondja, itt is. Valaki azt mondja, ne legyen haszna a zsidóknak belőlem, és nekem hasznom a zsidókból, de hát ezt nem lehet megtartani. Akkor miért? Azt mondja, ne, menjen, és a pogányokkal üzleteljen. Oké. Okay. Kedves barátom, a következő lesz most a filozófiai kérdés. Amikor én adok-veszek, akkor az kinek az érdeke? Az enyém, vagy a vevője? Egy komoly gazdaságfilozófiai kérdés. Ki nyer belőle? Kinek a haszna az adásvétel? Azt mondja, a Kálmán mind a kettőnké. Így is lehet mondani. Nézzük, mit mond a Talmud. Amar Shmuel. Hálói keach klímin ha uman le vakroj, ve nenasz be jadai chájo. Én elveszek egy eszközt, egy tárgyat a mesterembertől, hogy azt bemutassam, nem is bemutassam, hogy kipróbáljam, bocsánat, és a kipróbálás közben tönkre megy, akkor fizetnem kell érte. De mondjuk én meg akarom venni a kocsidat, Kálmán autóját, és elmentek egy körre, persze, majd nézd meg, hogy milyen, nyugodtan, elmegyek egy körre, bum, ahogy kikanyarodom a Pacsirtamező utcára, már is bum, tönkre megy ez egy karambol. Akkor ilyenkor fizetnem kell. Álma. De szabálán na azt lakjáhi. Most ugye, mit mond Shmuel? Nekem fizetnem kell. Most én, amikor elvittem a Kálmán kocsiját, milyen státuszban voltam? Ugye a később fogjuk tanulni a Talmudban, hogy 4 fajta ilyen birtok szituáció van. Van a kölcsönvevő, a kölcsönző, az ingyenes őrző és a fizetett őrző. Erről már sokat fogunk tanulni. Mind a 4-nek más-más a megítélése abból a szempontból, hogy mekkora a felelőssége a rábízott tárgyra. Nyilván a legnagyobb felelőssége az a kölcsönvevőnek van. Mert ő az, akinek haszna van a dologból. Ezért ő még az oines, még a Vismajor esetén is felelősséggel tartozik, és fizetnie kell. És amikor nem vettem kölcsön a Kálmán kocsiját, hanem ő el akarta adni a kocsit, de azt mondtam, hogy hagyj menjek el egy körre. És ott történt egy Vismajor, és nem az én hibám volt, de karambol volt, mit mond Shmuel? Hogy fizetnem kell. Mi tűnik ki ebből, ezek szerint kinek a haszna az adásvétel? Nem. Mert ha az Kálmán érdeke lenne, haszna lenne az adásvétel, akkor amikor én elviszem az adásvétel első nulladik lépéseként egy körre a kocsit, akkor azt a Kálmán érdekében teszem, nem az én érdekemben. Hát mert ha a végén tetszik a cucc, akkor meg fogom venni, és ez a Kálmán érdekét szolgálja. Hogy? Hát azért, mert ez része az adásvételnek. Nem fog puszira nem fogom megvenni. Hát látnom ki, hogy működik-e a kocsi. Kipróbálom. De az én érdekem, a Kálmán érdeke, akkor amikor én elviszem, akkor az ő érdekében viszem el, hogy kipróbáljam. Akkor a Vismajor van, akkor nem kéne fizetnem. Azt, hogy Shmuel azt mondja, hogy fizetnem kell, ebből mi derül ki, hogy az én érdekem a vásárlás. És ezért, amikor elvittem egy körre, akkor azt az én érdekemben tettem, tehát a Vismajorért fizetnem kell, mert ez olyan vagyok, mint a kölcsönvevő, ami az a kölcsönvevő érdeke, és ezért a Vismajorért fizetni kell. Világos? Oké. Okay. Akkor most ott tartunk, hogy az adásvétel Shmuel szerint, ezek szerint a vevő érdeke, nem az eladó érdeke. Álmak a szavár. Hát na azt lökjelhi? Akkor azt látom Shmuel mondásából, hogy a haszon az a vevőjé, nem az eladóé. Kinek az érdeke az adásvétel? A vevőjé. Na, akkor nézzük meg a mi misnánkat. Mit mond a mi misnánk? Se én innen nem Israel. A mi misnánk azt mondja, hogyha én azt mondom, hogy én nem akarok hasznot egyetlen zsidótól sem, akkor mit kell csinálnom? Moicherbe pachez. Amikor eladok egy zsidónak, akkor áron alul kell eladnom.
Ha veszek egy zsidótól, áron felül kell vennem, hogy nehogy hasznom legyen belőle. Ában save be save, loj, mi derül akkor ebből ki? Hogyha áron adom el, tehát nem áron fölött, vagy áron alatt, azt nem szabad csinálnom. Mert mit mond? Csak áron felül azt szabad eladnom, és áron alul szabad vennem? Akkor ugyanolyan áron, vagy tehát értéken nem szabad eladnom, vagy vennem. Nem szabad... Oké, kicsit komplikált, inkább azt mondom, Moicherbe pachesz, eladnom csak áron fölött szabad. Nem, bocsánat, áron alul szabad. Ában savebe savena, de nem szabad eladnom a valódi értékén. Mi következik ebből? Hogy kinek az érdeke a hasz... Ha áron adnám el, az kinek az érdekét szolgálná? Az enyémet. Még egyszer. Mit mondtam? Nem akarom, hogy hasznom legyen egy zsidóból. Mit mond a misna? Ennél a mondásnál mit kell csinálnom? Nem szabad eladnom áron felül. De áron szabad eladnom. Igen. Hülyeséget mondtam az előbb. Nem. Még egyszer. Én innen henemészről. Nem akarom, hogy haszton legyen egy zsidóból. Mit mond a misna? Nem szabad eladnom áron felül. De nem ezt mondja a misna, bocsánat. Kezdjük előről, sztornó. Azt mondja a misna, ha azt mondom, nem akarom, hogy hasznom legyen a zsidókból, akkor csak áron alul szabad eladnom. Magyarul, nem csak áron felül tilos eladnom, hanem áron is tilos eladnom. Ha ezek szerint kinek az érdeke az eladás? Az enyém. Mert hogyha áron tilos eladnom, mert az hasznot jelentene nekem, az azt jelenti, hogy akkor már hasznot jelent, akkor azt jelenti, hogy a szembe megy azzal, amit Smuel mond. Azt mondja a Talmud, Masz niszim ez vinna, de rame a lápe. Azt mondja, attól függ. A mi mistánk miről beszél? Olyan eladásom, ami az arcámban. Mit jelenti, hogy az arcámban? Valamit nagyon nehéz eladnom. Ha valamit nagyon nehéz eladnom, akkor persze, hogy még áron eladnom is az én hasznom. Nem csak áron felül a hasznom, hanem áron eladni is a hasznom. Smuel pedig miről beszél? Arról, amikor valamit nem nehéz eladnom. És ezért mondja azt, hogy az adásvétel az a vevő érdeke. Azt mondja, Talmud, im kein, eim a reisha, löj kejach be jöjszer. Ez megint nem jó. Miért? Mert mit mondott a misna? Moicherbe pachesz, hogy ilyen esetben csak áron alul adhatom el, és áron felül vehetem. Áron felül vehetem, tehát akkor áron nem vehetem. Akkor ez mit jelent? Hogyha áron venném, Várj. Imkein, én vagy is a... Lőj keach be jöjszer. Igen. Akkor, hogyha... bocsánat. Hogyha igaz az, hogy egy olyan dologról van szó, amit nehéz eladnom, és ezért, ha áron adnám el, az már tilos lenne, és ezért mondja a misna azt, hogy csak áron alul adhatom el, akkor miért mondja azt a misna, hogy lőj keach be jöjszer? Hogy amikor veszek, akkor csak áron felül vehetek. Ha ez egy olyan dolog, amit nehéz eladnia a eladónak, akkor áron is vehetnék. Hát ez később derül ki, nem? Tehát ha valami rajta van, az ember, pont azért megy az állítás az, hogy nem akarok nyerészkedni a zsidókból. Hát ha veszel, akkor drágában kell venned, hogy ne nyerészkedj rajta. Igen, de nem, nem. Nem, de mivel azt mondtuk, hogy ez a része a misnának arról szól, amikor valamit nehéz eladni, vagy akár nekem, akár attól, akitől veszem, nehéz eladni, akár ha én vagyok az eladó, akár ha ő az eladó, akkor mi az, és ezzel magyaráztuk azt, hogy amikor azt mondom, hogy nem akarom, hogy hasznom legyen belőle a zsidókból, akkor csak áron alul vehetem, de áron nem vehetem, mert az már a hasznom lenne. Nem. Áron alul adhatom el, de nem adhatom el áron, mert az az én hasznom lenne. Akkor viszont miért mondja a misna azt, hogy áron felül vehetem, vehetném áron is,
hiszen egy olyan dologról van szó, amit nehéz eladnia. Tehát ha én áron veszem el, nem én veszem, abban még mindig nem az én hasznom, hanem az ő haszna. Értitek? Egyrészt. Egyrészt ez a kérdés. Másrészt az a kérdés, hogy mi volt a misna. A misna elején arról volt szó, hogy nem akarom, hogy a zsidókból hasznom legyen. Erről beszéltünk eddig. A misna következő esete az mi? Nem akarom, hogy a zsidóknak haszna legyen belőlem. Akkor ilyenkor mi van? Lőj keach be pachesz, akkor ilyenkor én csak áron alul vehetek, és áron fölül adhatok el. Ha pedig tényleg az egész misnában egy olyan esetről beszélünk, amikor az adott dolgot nehéz eladni, akkor miért csak áron alul vehetek? Miért csak áron alul vehetek, és áron fölül adhatok el? Eladhatnék áron is. Miért? Mert azt mondtam, hogy nem akarom, hogy ők... hogy ő neki legyen haszna belőlem, akkor eladhatnám áron. Mert ha az áron adom el, akkor az még mindig az én hasznom, és nem az övé. Mit mond a misna? Széfa bezevinna harifa? Igen, a misnának a második fele arról szól, amikor valami olyasmiről szól, amit nagyon könnyű eladni. Akkor a misna most azt mondja, hogy a misna eleje arról szól, amikor valamit nagyon nehéz eladni. A misna második fele arról szól, amikor nagyon könnyű eladni. Azt mondta, hogy ilyen akin, hogy kárbe pakasz, a filmben sohasem. Azt mondja, megint nem jó. Mert a misna második felében mit mond? Áron alul vehetem, és áron fölül adhatom el. Ha olyasmiről van szó, amit nagyon könnyű eladni, akkor miért csak áron alul való vételnél van neki hasznom neki haszna belőlem? Nem. Nem. Miért csak áron alul való eladásnál nem szegem meg azt, hogy ne legyen haszna belőlem? Hogyha áron veszem meg tőle, akkor sincs haszna belőlem, hiszen olyan dologról van szó, amit nagyon nehéz eladni. Ela, azt hiszem, ez vina mecia. Azt mondja, Talmud, akkor rakjuk helyre az egészet. A misnánk miről szól? Egy átlagos adásvételről. Egy átlagos adásvételnél az áron való eladás az mind a kettőnknek haszon. Nekem is, neked is. Ezzel kezdtük. Azt mondta a Kálmán. Ha normális áron adok el, mert az neked is jó, nekem is jó. És ezért én bármit tiltottam meg, akár azt tiltottam meg, hogy nekem ne legyen hasznom belőled, akár azt tiltottam meg, hogy neked ne legyen hasznom belőlem, áron eladni tilos. Mert mind a kettőnknek abból haszna van. És ezért csak vagy áron fölül adhatok el, vagy áron alul vehetek, az ellentétes esetben, vagy csak áron alul adhatok el, és áron fölül vehetek. De nem. Egyrészt nem két fel. A misnában három esetről volt szó, oké? Volt egy, hogy nekem ne legyen nyerészkedjek rajta. Volt egy olyan, hogy ő ne nyerészkedjen rajta. És a végén volt egy olyan, hogy ő ne nyerészkedjen rajta, és én ne nyerészkedjek rajta. Most először az első kettőt nézzük. Az első kettőben mit mond? Ha én ne nyerészkedjek rajta, az azt jelenti, hogy én csak áron alul adhatok el neki, és áron felül vehetek tőle. Magyarul, áron nem adhatok el neki, és nem vehetek tőle. Miért? Mert abból igaz, hogy neki is haszna van, de nekem is haszna van, és akkor megszegtem azt, hogy ne nyerészkedjek rajta. Ez volt az első eset. A következő eset az volt, hogy ő ne nyerészkedjen rajtam, akkor áron alul adhatok el, nem, áron fölül adhatok el, és áron alul vehetek tőle. Viszont áron megint csak nem adhatok el, és nem vehetek tőle. Miért? Mert akkor ugyanaz. Az utolsó eset az az volt, hogy ő se nyerészkedjen rajtam, és én se nyerészkedjek rajta, akkor minden tilos. Mert akkor az áron eladni, vagy venni mindenképp tilos, mert mind a ketten nyerészkedünk, és ugyanígy... Oké? Most akkor ezek szerint mi van? Ha áron van az adásvétel, akkor mindenképpen te is nyersz, én is nyerek. Win-win, ahogy magyarul mondani szokták.
Win-win. Miről beszélt Smuel? Ugye Smuel esete az volt, hogy én meg akartam venni Kálmán kocsiját, elvittem egy körre, és Viszmajor volt, és összetörtem. És azt mondtuk, hogy ez az én érdekem az adásvétel, mert kifizetnem kell. A vevő érdeke. Miért? Smuel bezvinad a harifa. Egy olyan adásvételről van szó, amikor Kálmán a kocsiját nagyon könnyen eladhatná. Jó árat kívánk, vagy nagy a kereslet az ilyen kocsik iránt. És ezért, amikor elviszem egy körre, az adásvétel ott tényleg az én érdekem. Sokkal inkább az én érdekem, mint az ő érdeke. Nem egy kiegyenlített helyzet. És stimmt? Összefoglalva, mit mondunk, hogyha áron megy az adásvétel, akkor az mind a két fél érdeke. Ha egy jó vásárról van szó, tehát ahol a vevő felé billen el a mérleg, akkor az a vevő érdeke. Másik irányban az eladó érdeke. Milyen egyszerű. Kezdhettük volna ezzel, nem? Oké, okay. Tányaka vasszat, de Smuel mondásának hasonlót tanultunk. Hálló, hogy keach keili min a tágar le ságran le beisz hamif. Valaki azt mondja, figyelj, elvinném ezt a Kálmánnak, azt mondja, elvinném a kocsidat, az apósomnak meg akarom mutatni, hát, hogyha neki tetszik, akkor megveszem és odaadom neki ajándékba. Oké? Okay. Amelaj, én meg kábrin oiszem menni. Ani nőszer lehet mert, im láv, nőszer lehet fit vajszon, és azt mondom a Kálmán, fél Kálmán, ha az apósnak tetszik a kocsid, akkor kifizetem. Ha nem tetszik, visszahozom, de akkor is fizetek neked valamit, fizetek annyit, amennyi azzal a menőzéssel nyertem, hogy az apósomnak vittem, felajánlottam egy ilyen kocsit. Azt hogy számolják ki, ezt ne kérdezzétek, de mindenesetre ez az eset. Mi történik akkor, ha útközben Viszmajor volt? Nem szubálik a hájav? Ha úton odafelé történt a Viszmajor, akkor nekem kell, én vagyok a felelős. Miért? Mert úton odafelé még az én érdekem volt, mert akartam menni menőzni. Nem szubálik az arra, hogyha úton visszafelé volt a Viszmajor, akkor az már nem az én felelősségem. Miért? Mert ott az már nem, ott már nem az én... Nem a menőzés miatt. Úton odafelé az én felelősségem, mert ott Kálmán úgy volt vele, hogy valószínűleg megveszem. És ő akarta, hogy menjek vele. Nem, ez se jó. Nem szubálik a hájov. Á, nem. Jól mondtam. Tehát úton odafelé füzetnem kell érte. Miért? Mert ott még az én érdekem, mert én meg akarom venni. És a Kálmánnak azt mondja, mindegy. Visszafelé már nem akarom megvenni, és ezért már nem kell fizetnem, ha Viszmajor volt. Mert visszafelé már olyan vagyok, mint egy fizetett őrző. Kálmán rám biztos, hogy vigyázzak rá, jövök visszafelé. Igen? Igen. Azt mondja a Talmud, ha húszafira, de sokkal hamarabb lesz a buni, vagy loizbám. Volt egy ügynök, egy szamár ügynök. Miről szólt? Hogy Kálmánnak vannak szamarai, és megbízza a Viktort, aki egy szamár ügynök, az a foglalkozás, elviszi a szamarat, és megpróbálja eladni. Most elvitte a Viktor a szamarat, és nem sikerült eladni. De hadahadar, itt nisz hamara. És amikor jött visszafelé a Viktor a szamárra, sikertelen kísérlet után, eladási kísérlet után, ups, Viszmajor, és megdöglött a szamár. Hájav Rav Nachman leselumi, Rav Nachman kötelezte a Viktort, hogy fizessen a Kálmánnak. De miért? Ez már visszafelé volt. Az előbb azt mondtuk, hogy amikor én visszem a cuccost az eladásra, akkor az a Kálmán, akkor az én érdekem, bocsánat, akkor én fizetek. De ha visszafelé vagyok, akkor már nem az én érdekem. Itt meg azt mondja, hogy mindenképpen visszafelé is te fizetsz. Miért? Így van, sőt, azt mondja a Talmud, amelyei hazra lesz a szifra hajlachai, de illum is máskak lesz zában a fila bava, de vészem illaim ez a binele. Mert az ügynöknél nincs visszafelé. Igen, ha azt mondja, már ott van a Kálmánnál, a bejáratnál, és jön valaki, te már eladod a szamarat? Ő eladná. Szerintem, hogy ő, amíg vissza nem vitte a szamarat, ő készen áll eladni. És ezért ő mindvégig az ő érdekében jár el. De hozzá teszem, hogy nem sejtettem, hogy miért
Van, de nem Viszmajorban. Van felelőssége, hogyha ellopták, ha nem vigyázott rá eléggé. Itt, van az a lopás és elveszett, az mindenképpen felelőssége. De nem, a villámcsaj felé az Viszmajor. Igen. Tehát olyasmi, amire nem lehetett számítani, de valamit ellopnak vagy elveszett, vigyázzál rá jobban, fel kell ellopni. Az nem egy Viszmajor. Ezt majd a Baba Kama traktátusban részletesen átveszünk, hogy hol van a határ a Viszmajor és a Matyák között. Oké. Kedves barátaim, visszatérünk a pogányok és zsidók tematikához. A Mista azt mondja, Kajne se én nehenem, s áni nehenilá rélim. Azt mondja, megfogadom, hogy soha többet nem fogok hasznot húzni körülmetéletlenekből. Mutat be Eredisztra, akkor szabad hasznot húznia egy körülmetéletlen zsidóból? Szabad. Viszont tilos egy körülmetélt pogányból. Vasszur, de mulle jajvideszek egy hamim. Érdekes, mert Talmud, de ezt majd miért? Hát azt mondta, hogy körülmetéletlen. Azt mondja, hogy Talmud, azért, mert a körülmetéletlen az egy megnevezés. Nem arról szól, hogy az illető körülmetéletlene. Általában a pogányokat körülmetéletlennek nevezzük. Az egy szinonimája a pogánynak. A körülmetélet az egy szinonimája a zsidónak. Ugyanígy fordítva se, áni nehenne le mulim, ha azt mondja, hogy megfogadom, hogy nem fogok hasznot húzni a körülmetéltekből, akkor tilos hasznot húznia a körülmetéletlen zsidóból is, és szabad hasznot húznia a körülmetélt pogányból is. Miért? Se én arlak rúja elal, sem övdéke, mert a fityma, a körülmetéletlenség, az egy szinonimája a pogányságnak. Se nem már ki kala gaima rélim, hal bész szól árlélév, ahogy Jeremiás proféta mondja, mind a népek körülmetéletlenek, Izrael háza pedig körülmetélt szívű. Vaj, mert a haja a plistja arelaze, és ugyanígy Dávid, amikor Góliátról beszél, elmeséli Saulnak, hogy hol ölte meg Góliátot, a filiszteust, akkor azt mondja, jött ez a körülmetéletlen filiszteus. Nem tudta Dávid, hogy körül van-e metélve, vagy nem. Nem nézte, nem húzta le a bugyiját előtte, hogy megnézze, hogy körül van-e metélve, vagy sem. Csak ő úgy hívta a filiszteusokat általában, mint körülmetéletlen. Vajmer pentiszemachennob nois plistim pentaloizob noisarelim. Ugyanúgy Sámuel proféta azt mondja, nehogy örvendjenek a filiszteus lányai, filiszteusok lányai, nehogy táncoljanak az körülmetéletlenek lányai. Azt látjuk ezekből a idézetekből, mint hogy a körülmetéletlen az egy szinonimája a pogányoknak. Ebből azonban az árja, mert uszai arlasni zganubor a saim, ennek kapcsán már itt a körülmetéletlenségét említi, azt mondja a Misna, ebből azonban az árja mondta, hogy undorító a fityma, mert nézd meg, hogy a gonoszok ezzel vannak mi a dicséretnek a ellentéte? Ezzel vannak megvetve. Tehát amikor ilyen leszólva, ahogy Jeremiás mondta, mert mind a népek körülmetéletlenek. Most ha már itt a körülmetélésről van szó, meg a körülmetéletlenségről, akkor a Misna felsorol egy pár mondást a körülmetélés dicséretében. Rabbi Shmuel, meg Daila Milas Nichrasz, a Leas Lais, azt mondja, Rabbi Shmuel, nagyon nagy dolog a körülmetélés, mert 13 szövetség köttetett rá. Ugye a szó, szövetség szó 13-szor szerepel abban a szövegrészben, ahol Isten megparancsolja a körülmetélést Ábrahámnak. Rabbi Yaisi, meg Daila Milas Daiha Shabbos Chamura, Rabbi Yaisi azt mondta, látjuk, hogy milyen nagy micva a körülmetés, hiszen a szombatot is felülírja. Mi soha meg köhre meg dajla milasem li nisz le mojsa cádika lea mi lojsa. Mi soha meg köhre azt mondta, nagy dolog a körülmetés, mert még a nagy cádik Mózes még rá sem várt Isten egy órát sem. Ez mit jelent, azt mindjárt látni fogjuk. Nekem jaj meg dajla milasem dajik eszene gajim. Nehemi azt mondja, hogy nagy dolog a körülmetélés, hiszen látjuk, hogy a leprás betegséget is felülírja. Emlékeztek, hogyha volt szó korábban erről, hogyha egy leprás sebb van, akkor azt ugye hagyni kell,
hogy a kohén megnézze, és nem szabad hozzáállni, és mi van, hogyha a ficsmán van, akkor le lehet vágni. Mi akkor ez szerint akkor fölülírja a leprásebb a kapcsolatos szabályokat is, a körülmetés. Rebiaj meg Daila Milasá, Kala Mitzvese, Asszav, Rama, Vinilai, Nikra, Sallem, Átsemon, Snemmel, Szárka, Fanyba, Ajaszalmi. Azt mondta Rebi, nagy dolog a körülmetélés, mert az összes mitzvát, amit megtett Ábrám ősatyánk, egyikre sem mondta azt Isten vele kapcsolatban, hogy most már tökéletes vagy. A körülmetélés kapcsán viszont, amikor Isten megkéri, hogy metélje magát körül, akkor azt mondja, járj előttem és légy teljes, és utána mondja, hogy metélje magát körül. Davar Acher, Gdaila Mila, még egy dolog, nagyon nagy dolog a körülmetélés, Malehi, mert ha az nem lenne, jól figyeljetek, Laj Barakodos Baruchesszai Lamaj, akkor Isten még a világot se teremtette volna meg. És nem már, hogy írva van, azt mondta Jeremiás, Kölymára sem így szólt az örökkévaló, Laj Brissi, Jaimam, Lajla, Hukus, Máj, Veroszlaj, Számti, ha nem a szövetségem, a nappalt és az éjszakát és az égbolt szabályait, törvényeit soha nem teremtettem volna, nem tettem volna. Azt mondja a Talmud, Tányerem is jó a benkalkai, mert Gdaila Mila, se Kalszkó és Asszom és a Beindulai Amdulai. Mi volt ez a történet Mózessel? Ugye azt mondta, hogy Sőmény Karha, hogy még egy órát se várt miatta Isten. Kicsit jobban kifejtve, azt mondta a Brájtában, hogy Sőmény Karha, nagy dolog a körülmetélés, mert Mózes, mesterünk, bármilyen nagy érdemei is voltak, ezek mind nem számítottak, amikor Kösen is Rásel Mina Mila, amikor elhanyagolta a körülmetélés micváját. Hol van ez a történet? Mózes második könyvben azt olvassuk, hogy amikor Mózes hazaindul, nem haza, bocsánat, visszaindul Egyiptomba, ugye először elmenekült, amikor megöli azt az egyiptomi izét, Mózesnek megjelenik Isten a csipkebokorban, és erre Mózes visszaindul Egyiptomba, akkor azt mondja a Tóra, Mózes második könyve, 24-es mondat, 4-es fejezet, 24-es mondat, vajivge séva sem, vajivake sem viszaj. És szembe jött vele Isten, és meg akarta ölni. Amár Rebi, mit mondott erre Rebi? Hasztosan sem észre, és lássa, mint a mila. Isten ments, hogy azt mond, hogy Mózes elhanyagolta volna a körülmetést. Ugye miről van szó, csak tisztázzuk. Tehát Mózesnek született egy fia, és amikor jöttek haza, akkor amikor indultak vissza Egyiptomba, akkor Mózes nem csinálta meg a körülmetélést, hanem rögtön indult, és ezzel úgymond elhanyagolta az körülmetést. És ezért Isten útközben meg akarta ölni. Nem világos különben, hogy Mózes akart, hogy Isten Mózest akarta megölni, vagy a gyereket akarta megölni, de minden esetre veszélybe sodoródott. Miért? Mert elhanyagolta a körülmetést. Erre azt mondja Revi, nem, arról van szó, hogy elhanyagolta. Mi volt a, vagy dilemmában volt Mózes. Miért? Káhamar, azt mondta Mózes magának, amúl vagy egyszer szakanahi, ha most kimegyek, úgy, hogy előtte még körülmetélem gyorsan a gyereket, az veszélybe sodorja a gyereket, hiszen azt olvassuk Shem történetében, és nem bármi hiba jöjjömes lésébi jöjjszomka jávim, hogy a harmadik nap Shem lakója, akik körülmetélték magukat, nagyon fájdalmak volt, akkor útközben enni, és közben ott egy háromnapos gyerek, aki, vagy három nappal a körülmetélés után, az veszély. Akkor milyen lehetőség van még? Amúl behesses le is, ami körülmetélem a gyereket, és várok három napot, és utána indulok el. Az meg nem lehet, mert akkor ha már léksú, mint szám, mert Isten azt mondta nekem a csirkev, akkor menj Egyiptomba! Elemipném már, ne nasma is el. De ez így van, akkor miért akarta Isten megbüntetni? Mózes jogos, Mózes jó hiszeműen járt el. Azt mondta, hogy induljon. Várakoztassuk meg Istent. Azt mondja erre Rebi, és nincs asszekben malaint hila. Szóval azért, mert amikor útközben voltak, és ott megpihentek, akkor előbb a megpihenéssel foglalkozott, és nem a körülmetéléssel. Nem teljesen világos nekem, mert hogyha, akkor ezek szerint útközben már úgy gondolt, hogy körülmetélt, és ott vár három napot, szóval nem teljesen érdekel. Lehet, hogy úgy gondolt, hogy rögtön el kell indulnia. Útközben egy kicsit várakozik, nem tudom. Bár is legyen, de azt mondja, hogy ezért kapott volna a büntetést, hogy írva van, az ezt megelőző mondatban, vagy hiba derekba malain, ugye úgy szól ez a 24-es mondat, és történt útközben a pihenőhelyen, találkozott Istennel, és az meg akarta ölni. Nem is jövő, 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 nem is jövő,
Azt mondta erre Rabbi Shimon Gamliel, amúgy különben nem Mózest akarta megölni a sátán, hanem a gyereket, se nem már ki Hassan Domim Atoli, mert Cipóra a következő mondatban Mózes felség azt mondja, te a vér vőlegénye vagy nekem. Cipóra el mi karuj Hassan, a vőimérzetinek. Ki az a vőlegény? A gyerek maga. A kommentárok mondják, hogy ez miért a gyerek. Mert a szövetség által lett volna Isten vőlegénye, nem teljesen világos a dolog. Oké, kedves barátaim, itt állunk meg. Holnap fogjuk még folytatni ezt a történetet. Köszönöm szépen, hogy velem foglalkoztatok, velem voltatok. Igaz, velem foglalkoztatok. Látom, Larissa írja, hogy a Cipóra beavatkozott. Abszolút így van. Legyetek türelemmel, holnapi nap ezeket a részleteket is meg fogjuk tudni. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű pénteki napot és egy fantasztikus Shabbos. Úgy Shabbos, Shabbat Shalom.